Napra pontosan 7 évvel ezelőtt volt a kvóta népszavazás Magyarországon. A voksolók több mint 98%-a elutasította Brüsszel tervét a migránsok szétosztásáról. Többen szavaztak a kvóták ellen, mint az uniós csatlakozásra. Azóta egyre több országban vetődik fel hasonló népszavazás ötlete. Lengyelországban már biztos, hogy lesz ilyen, Brüsszel ugyanis nem tett le a migráns kvótákról és a migráns gettók létrehozásáról. Tita Nilla folytatja vendégével. Koskovics Zoltánt köszöntöm a stúdióban, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a tisztelt nézőket is! Mi volt az a helyzet, ami indokolta a kvóta népszavazás kiírását 7 évvel ezelőtt? Két helyzet is indokolta, az egyik a kialakult a fizikai határ mentén kialakult biztonsági fenyegetést, amit a 2015-ös migráns hullám jelentett, erre lépni kellett, és a politikai válasz egyik eleme volt a kvóta népszavazás. A másik az pedig egy diplomáciai, külpolitikai helyzet, ugyanis hazánk erős nemzetközi nyomás alá került, annak okán, hogy a migráns válságra helyesen reagált. Ma már teljesen világos mindenki számára, hogy igenis Magyarország válasza volt az, ami akkor abban a helyzetben helyesnek bizonyult, hiszen az Európai Unió számos országa követte a magyar példát, amely kettős választ ad a tömeges migrációra, egyrészt egy fizikai határzárat, másrészt egy jogi határzárat. Ez tulajdonképpen a magyar politikát ezen a téren az Európai Unió számos tagállama azóta átvette, csak sajnálatos módon senki nem hajlandó elismerni Magyarország érdemeit ebben a kérdésben, illetve nem hajlandóak bocsánatot kérni azért a mondjuk ki fekete propagandáért, ami 2015-ben, de még 16-ban és 17-ben is folyt hazánk ellen, pusztán azért, mert határozottan megvédte az ország, és megjegyzem az Európai Unió határait. Magyarországon az embereknek vajon ma is ugyanez a véleménye? Mit lehet tudni? A századvég folyamatosan kutatja az emberek véleményét ezzel kapcsolatban. A legutóbbi kutatásuk, ha jól emlékszem, akkor 77%-ban a magyarok továbbra is kiállnak a határvédelem mellett, és elutasítják a tömeges migrációt. Tehát Magyarországon a közhangulat tulajdonképpen nagyon keveset változott, ha változott egyáltalán. Ahol viszont valóban bekövetkezett változás, az az európai embereknek a megítélése a migrációval kapcsolatban. Mára most már elmondhatjuk szintén a századvég kutatása alapján, Európa projektnek hívták ezt a kutatást, hogy az európaiak 4/5-e az komoly aggodalommal tekint a tömeges ellenőrizetlen migrációra. Nagyon itt lenne az ideje annak, hogy az európai politikusok reagáljanak erre a közhangulatra, és megerősítsék az uniónak a határait. Egyes tagállamok már elkezdték meghozni a szükséges lépéseket, említettem is, hogy több tagállam átvette a magyar példát. Ugyanakkor ez a bizonyos kvóta vagy kötelező betelepítés, ez picit úgy viselkedik, mint a búvópatak itt az európai politikában. Tehát hol eltűnik, hol újra felszínre tör. Ugye a legutóbb akkor indult róla egy komolyabb vita, amikor a belügyminiszterek tanácsában elfogadtak erről egy javaslatot, és ugye úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság, Brüsszel ragaszkodna ehhez a bizonyos kötelező betelepítéshez, annak ellenére, hogy valóban egyre több tagállam ismeri föl, hogy milyen komoly probléma jelent az illegális migráció. Itt ugye Svédországból olvastunk egészen elképesztő cikkeket az elmúlt napokban, illetve ugye Lengyelországban pedig népszavazást fognak tartani. Mi az oka, hogy Brüsszel ezt nem engedi el? Igen, van ennek egy különös bánja, amikor Svédországban a hadseregnek kell felszámolni a nem létező no-go zónákat. Valóban Európában a politikusoknak fel kell ébrednie, hogyha az emberek már felébredtek, és valamilyen módon reakciót kell adniuk erre. A kvóta ötlete pedig tulajdonképpen ez az ideológiailag vezérelt politizálásnak egy megszokott eszköze az, amikor felvetnek egy ötletet, az ellenállásba ütközik, akkor gyorsan visszavonják, megvárják, amíg elcsitul a közfelháborodás, és utána újra előveszik. Azért sem meglepő egyébként, hogy most vették elő ismét a kvóta ötletét, a kötelező betelepítések ötletét, mert az európaiak figyelme most elsősorban azért a háborúra irányul, és annak a gazdasági következményeire. Pestiesen szólva az európaiak meg vannak egy kicsit rémisztve, és ezért a brüsszeli migrációpárti erők
meglehetősen sokan vannak, ők úgy érezhették, hogy most egy kicsit rémült állapotban könnyebben keresztül tudják erőltetni ezt a kvótarendszert Európán. Arra is gondolhattak, hogy a migráció ellenes országok koalíciója azért meggyengült, hiszen például Csehország úgy tűnik, hogy kiesett ebből a védekező koalícióból, de hogyha ezt tervezték, akkor a most hétvégi szlovák választások azok roppant kellemetlenül érinthették őket, hiszen úgy néz ki, hogy Bratislavában visszatér a józan ész a kormányróthoz. Ugyanakkor az, hogy egyre több országban okoz egyre súlyosabb gondokat az illegális migráció, nem az ő malmukra hajtja a vizet. Lehetséges egyfajta fordulat az európai migrációs politikában tagállami szinten? Én azt hiszem, hogy ezt a fordulatot az európai választásokon kell elérni. Jövőre jönnek az európai parlamenti választások, és nagyon fontos lenne az, hogy a józanul gondolkodó konzervatív európai pártok, azok sikeresen szerepeljenek. Én optimista vagyok, és bízok akár a nagyobb sikerben is, de azt hiszem a blokkoló kisebbség megszerzése a minimális elvégzendő feladat. Ennek érdekében az európai országok konzervatív mozgalmainak össze kell fogniuk, a konzervatív politikusoknak is egyeztetnie kell az órájukat, még a választási kampány megkezdése előtt, és törekedni kell arra, hogy sikeresen vegyék ezt az akadályt. Mert enélkül nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy hogy lehetne időben változtatni azon a liberális, progresszív Európán, amelyet ezek a baloldali migrációpárti erők dominálnak jelenleg. Sok lépcsőben kell az ő hatalmukat meggyengíteni az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban és az Európai Tanácsban is. Ez sok választást kell nyerni, de a legeslegfontosabb, legközelebbi lépés az éppenséggel a következő európai parlamenti választások lesz. Koskovics Zoltánnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen.